Következő 10 évre mit tervez a Borsavári és személy szerint Kovács Sándor? A terv már megvan, mert nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit kellene tenni a 10. évfordulónkra, amire úgy 10 év múlva emlékszünk, hogy na ez akkor jöhetett létre. És idén májusban sikerült a bejegyzése a Borsavári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Szervezetnek a bejegyzése, és ez egy hatalmas öröm a számomra. Azért, mert azzal tisztában vagyok, hogy a Borsavári Népi Zenekar az nem biztos, hogy az 50. jubileumát meg fogja úgy élni, ahogy most van. Azért, mert az idők változnak, a gyerekek felnőnek, kirepülnek, és ott fogok állni magam. És mikor 5 éve, úgy körülbelül 5 éve úgy elterveztem, hogy valamit kéne hagyni a fiataloknak is, valamilyen munkát, vagy valamilyen kihívást, akkor ez jutott eszembe, hogy egy ilyen szervezetet alakítani, és felkarolni elsősorban a Mezőváriban élő legalább 300 fiatalt, és azokat az értékeket, amik bennük vannak, és ez legyen akár népzene, akár klasszikus zene, akár képzőművészet, vagy bármilyen tehetség, akkor azt legyen hol kamatoztatni, és azért imádkozunk, hogy a jövőben legyen akik ezt felvállalják, és tovább tudják majd vinni. És ez sem véletlen, mert mikor a zenekar alakult, akkor mondták, hogy hát miért nem Kovács Banda, miért nem Mezővári Banda. És akkor azt mondtam, hogy nem szeretnék neki vezetéknevet adni, vagy olyan nevet, ami, hogyha én kiszállok belőle, akkor azt mondják, hogy ez már nem is az, végül is. És ezért lett a Borsavári név, hogy valamilyen szinten az a történelmi, tehát múltunk, ami Mezővárit kicsit magasabbra emeli a mi szemünkben, mert ugyanis a 1200-as években Mezővári egy közigazgatási központ volt, és Borsavára vármegyének. És a komám, az Estok István lelkész azt mondta, hogy miért nem lesz ez a neve? Borsavári. Így maradandó. És így végül is beszél a jövőnek is. Igen. De nagyon érdekes az, hogy többen ahhoz kötik, hogy Vári, meg Borsova, meg a Borsa a Vári keresztül folyik, de valójában ennek a háttértörténete ez. És az a cél, hogy az elkövetkezendő néhány évben, vagy évtizedben, ameddig Isten megengedi, hogy munkálkodjunk, dolgozzunk, az a munka, amit mi belefektettünk ebbe a kis zenekarba, nője ki magát táncház mozgalommá, egész Kárpátalján is. Ezt kívánom a többi együttesnek is, akik aktívan dolgoznak, hogy ne szűnjenek meg, hanem vigyék tovább, és neveljék ki a következő generációt, mert nekünk ez a tervünk.